A nagykörút egy nagyon jó példa arra, hogy ahol helyet adnak a kerékpározásnak, ott azok is használni fogják, akik előtte még nem mertek biciklivel közlekedni. Itt egy nagyjából kevesebb, mint 1000 ember kerékpározott a kerékpársávok előtt, nyáron már napi 4-5000 használta, és ez nyilván nőni fog még sokkal tovább. Most a nagykörúton azért tekertünk itt több százni, és alkottunk egy bringaláncot körbe, mert nem csak itt, hanem a Bartók Béla úton, Tétényi úton, Villányi úton, Baross utcán, tehát több mint 15 kilométeren adtak helyet végre a kerékpározásnak Budapesten. Tök jó, hogy ez megvalósult, ez a Bringa út, és tényleg biztonságosan el tudok jutni az iskolába, a táncórámra, bárhová gyakorlatilag, és mindez olcsón és környezetbarátan. Kettő óta kerékpározom Budapesten, és idén először tudtam úgy bringázni a nagykörúton, ugye erre volt hely. Nagyon fontos, hogy biztonságosan és gyorsan tudjunk közlekedni a kerékpárral, mert ez a legegészségesebb. Happy Mass tartottunk most a Nagykörúton, ami egy 2009 óta tartó hagyomány, és az a lényege, hogy amikor megvalósítanak valamit, amit a bringás mozgalom régóta kér, akkor azt megünnepeljük, hogy ne csak kritizálni tudjunk, hanem örülni is.